Mindenki érzi azt, hogy nem az, hogy igen, és nem az, hogy nem. Mert ez a kérdés sokkal nagyobb horderejű, sokkal egyetemesebb. Ez nem csak a hazánkat, nem csak majd idővel a családunkat vagy a közösségeinket érinti, hanem ez egész Európát, nyugodtan mondhatom, mert ahogy most Alojz testvért délelőtt az előadásában hallgattam, nagyon finoman, intelligensen, európai módon fogalmazott, az, hogy ez majdnem, vagy kísértetiesen hasonlít ez a ókor végi, vagy kora középkori népvándorlásra. Hát mások is nevezik ezt annak, ez egy ténykérdés. És ahogy azt, ugyanúgy ezt is nem tudom, hogy fel lehet-e tartóztatni. És akkor még hozzátenném azt, hogy csak közösen és konszenzussal lehet, de nem olyannak tűnik Európa, vagy a mi világunk, vagy azok, akik még a jelen tragikus helyzetből is hasznot húznak. Nem olyannak tűnik, hogy egy asztalhoz leülnének, és a kétszer-kettő józanasságával valami megoldást találnak. Tehát érthető, hogy ez feszültséget, bizonytalanságot, és azt gondolom, és nagyon sok értelmiséginek, kereszténynek lelkiismereti problémát jelent. És ez a propaganda, ez a kommunikáció, ami most arra az egyértelműségre törekszik, hogy minden magyarból kikényszerítse a nemet, ez rendkívül erőszakos. Na most, ha az ember ezt megfontolja, most arra gondolok, hogy kamaszok között, vagy adott esetben egy szerzetes közösségben is, hogy az ember hogyan kommunikál, ha nagyon határozott, ha nagyon egyértelmű, ez néha pontosan az ellenkezőit váltja ki. Mert az emberben van egy dac reakció, hogy csak azért se. A probléma az, hogy a kommunikációnak ez a fajtája, ez blokkolja a gondolkodást. Na, de a gondolkodáshoz objektívebb, tárgyilagosabb információra lenne szükség. Na most, hogyha ez is hibáncik, akkor még nehezebb a döntés, vagy még zavarosabb adott esetben a döntés. Tehát most a magam részéről, vagy ahogy magam próbálok ehhez hozzáállni, az csak az, hogy az ember próbál minél több információt olvasni, amennyire lehet megközelítőleg, mert én ezt nem látom át, hogy hogyan és mint áll ez a világpolitikában. Azt fájdalommal látom, hogy ténylegesen sem Európa, sem azok a hatalmak, és nem minősítem, hogy kisebb vagy nagyobb hatalmak, amelyeknek ebből a káoszból érdeke származik, mintha nem lennének annyira hajlandók arra, hogy érdemben, hát őszinteséget én már itt nem is feltételezek, ez már meghalt, de az, hogy így mondanám, a nagyobb emberi ráció, vagy a józanság értelmében próbálnánk megmenteni a földünket, egy földrészt, mert azért, ha tárgyilagosak vagyunk, akkor itt három földrészről van szó. Európa, és nem taglalnám, hogy nyugat és kelet, vagy ami Európa. Aztán Afrika. Hát látjuk, hogy ha nem, hogy mondjam, keletről jön a probléma Európa számára, akkor olyan tét nélküli, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, szóval olyan eleven erővel áramlanak a Afrika felől a népek és át a tengeren, hogy hát mit számít az, hogy pár ezek. Hát az ókorban vagy a középkori tengeri csatákban nem halt meg ennyi ember a földközi tengeren, mint amennyi az utolsó években, és látjuk azt, hogy nem tudják feltartóztatni. Igen, a keresztényeket emberi számítás szerint ki fogják üldözni, vagy ki fogják meg fogják gyilkolni,
De hát ma a keresztényeken a sor, holnap majd más adott esetben a moszlimokon, mint ahogy ők is áramlanak kellett. Tehát azt gondolom, hogy a problémát, a bajt nagy hiba lenne leegyszerűsíteni. De ebből mi nem következik az, hogy én tudom, hogy mit kellene csinálni. És érthető, hogyha az emberekre nyomást gyakorolnak, hogy ez a bizonytalanság, a félelem, az feszültséget teremt. Attól a fajta elhatárolódástól, hogy semmiféle segítséget nem akarunk adni a másiknak, azt keresztény ember nem vállalhatja. Még az életünk árán sem. Ez most furcsa dolog. De ha Jézust szoros értelemben, senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért, de még ha ellenségeinknek tekintem őket, még az ellenségemet is szeretnem kell.